20. századi történelem Horváth Szilárddal. A német megszállás után, amelyet mélyen elítélt, azonnal hivatott. Figyelmeztetett, hogy az esetleges kompromittáló iratokat semmisítsen meg, és vigyázzak, mert az Államtudományi Intézetből már is feljelentést kapott ellenem. Azt is tudta, vagy sejtette, hogy mi 1944 márciusa után az intézetben olyan helyi ellenállási központot igyekeztünk kialakítani, amely üldözötteken, francia és más menekülteken próbált segíteni, amiért utóbb a francia De Gaulle bizottság és Anglia részéről Alexander tábornagy írásbeli köszönetét fejezte ki. Előfordult, hogy bajba került volt tanítványait, amikor hozzáfordultak, hozzánk küldte azzal, hogy mi majd segítünk nekik. Azt, hogy mindezek ellenére végül nyugatra menekülve az általa annyira megvetett szálasiékkal együtt tűnt fel Szombathelyen, majd ment tovább, csak azzal tudnám magyarázni, hogy úgy érezte, számára nincs más lehetőség, nincs visszaút, hiszen tagja volt annak a kormánynak, amellyel Bárdossy kimondta a hadba lépést a Szovjetunió ellen. Így beszélt Kosári Domokos, a Magyar Tudományos Akadémia rendszerváltoztatás utáni elnöke, az akadémiai tagságától megfosztott és koncepciós népbírósági perben elítélt Hóman Bálint történészről. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában Hóman Bálintról beszélgetünk Újvári Gábor és Zinner Tibor történészekkel, valamint Horváth Zsolt bíróval, aki a Hóman Bálintot elítélő bírósági döntést 2015-ben megsemmisítette. Horváth Szilárdot hallják. 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel. A tanúk ebben a perben kiállnak, Hóma mellett két tanút, Kosári Domokost, akit rögtön hallhatunk egyébként, és Szegfű Gyulát. És a két tanú kiállt mellett, a többi tanú kiállt mellett a népbírósági perben? Hát ez a pernek az egyik érdekessége, hiszen nem csak a védelem tanúi álltak ki mellette, hanem a vád tanú is. Igen. Egyetlen egy olyan ember volt, aki Hóman ellen tanúskodott, Súlyog Dezső, akinek korábban volt konfliktus a Hóman Bálinttal, tehát ilyen szempontból talán érthető a dolog. Súlyog Dezsőnek a negatív hozzáállását azonban Hubay Kálmán, akire hivatkozott Súlyog Dezső, a nyilas Hubay Kálmán tulajdonképpen megcáfolta. Az összes többi tanú Súlyogon kívül mind Hóman mellett tanúskodott, mind azt mondták, hogy rendkívül toleráns volt, megtűrt maga mellett olyan embereket, akik egyébként teljesen más politikai vonalon álltak, mint ők. A zsidó származásúakat nem rakatta ki azokból az intézményekből, amelyeknek a főnöke volt, és így tovább. Érdekes volt, hogy több zsidó tanú is mellette szólalt meg. A két legfontosabb talán Baher Bodrog Pál, aki egyébként osztálytársa volt a gimnáziumban, és a zsidó kulturális élet vezetője volt a két világháború közötti időszakban, vagy egyik vezetője többek között a Goldmarteremnek a létrehozója, ahova a zsidó művészek a zsidó törvények után visszavonulhattak, előadásokat tarthattak. Ezeket az előadásokat, mint Baher Bodrog Pál vallomásából kiderül, részben Hóman is támogatta. A másik fontos tanú pedig Valda Feleszter volt, aki Hóman tanítványa volt, és aki nagyon pozitívan nyilatkozott meg Hómannal szemben. Az a Valda Feleszter, aki később a pártállami időkben komoly pozíciókat töltött be, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgató helyettese is volt. A népbíróságon megjelent tanúk közül Baher Bodrog Pál, az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület ügyvezető elnöke, Hóman egykori Barcsa utcai gimnáziumi osztálytársa elmondta, hogy Hóman a 20-as években sokszor segített neki a numerus clausus törvény miatt a felsőoktatásból kiszorult zsidó diákok egyetemi felvételében. Illetve 1939 után a Goldmarteremben helyet kapott zsidó színház működtetésében. 1944-ben vele egyeztetve sok zsidó tudós és művész mentesítését érte el, és kijelentette előtte, hogy Endre Lászlót, a zsidók deportálását vezető államtitkárt fel kellene kötni. Baher Bodrog elmondta azt is, hogy Hóman miként vélekedett az 1942-ben a magyar kormányra nehezedő német nyomásról. Hóman azt mondta, hogy higgyem el neki, nagyon sok mindent csináltak a zsidókkal, de amit nem csináltak, az sokkal nehezebb volt, mert olyan nyomás alatt álltak, és itt Dietrich von Jagóra, a Német Birodalom budapesti követére hivatkozott, hogy sokkal nehezebb volt azt meg nem csinálni.
A népbírósági tárgyaláson, ahogy szinte minden tanú, úgy Wertheimer Adolf, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója is kiállt Hohmann mellett. Wertheimer 1935-től volt a Ferenc József Országos Rabbi Képzőintézet vezérlőbizottságának elnöke. Vallomása szerint Hohmann miniszterként a rabbi képző épületének helyreállítására, annak ellenére, hogy a gazdasági világválság következtében még igen rossz helyzetben volt a magyar költségvetés, jelentős összegeket bocsátott rendelkezésükre, amiért aztán a nyilasok keményen támadták. A népbíróság előtt a legnagyobb hatást talán Kelemen Jenőné, Váldafel Eszter vallomása váltotta ki. Ő beszámolt róla, hogy Hohmann zsidó származás ellenére mindig segítette őt az előrejutásban. Amikor a bátyámat 1944 végén internálták, az érdekében előbb Endrénél, aztán Jarosnál járt el, azonban sajnos sikertelenül, és ekkor egészen kétségbeesve panaszkodott arról, hogy teljesen tehetetlenek Endréjékkel szemben. Amikor fenn voltam nála, magam elé tettem a retikülömet, nem akartam, hogy a csillagot lássa rajtam. Beszéd közben azonban valahogy megfeledkeztem róla, levettem a kezemet, és ő akkor egészen felháborodva, magából kikelve azt mondta, hogy vegyem le magamról azt az ocsmányságot, ha ránéz, szégyelli a magyarságát. Értem, hogy Kosári Domokos is megszólal az adásban, hát most megszólal, mert hogy Kosári Domokos személyesen ismerte Hohmann Bálintot, két történészről van szó. A Duna Televízió Szellem órája című műsorában így nyilatkozott Kosári Domokos történész professzor Hohmann Bálintról. Első ilyen történetpolitikai eszét 30-ban írta, amikor még Hitler nem volt uralman, amiből azt derül ki, hogy ő ugye a német hatalmat annak reményében tartotta nagyra, hogy valami módon mi támaszkodhatunk a németekre. Na most eleinte támaszkodni próbált, majd pedig egyre inkább fél tőle. Én személyes beszélgetések alapján nyugodtan tanúsíthatom. Neki az volt az álláspontja, és ezért nem örülte a kállai politikának, mert úgy gondolta, hogy ha mi provokáljuk a németeket, vagy olyan lépéseket teszünk, amely a németekkel szemben való állásfoglalást jelez, akkor a németek megrohannak, leszállnak, megszállnak, tönkretesznek, szétzilálják az országot. Ezt írásban is kifejtette több alkalommal, viszont amikor ez bekövetkezett, tényleg ez a német megszállás 44. március 19-én, akkor a németek hiába fordultak hozzá, nem volt hajlandó semmiféle kooperációra, semmit nem volt hajlandó, elítélte a német megszállás szóban és írásban, és mindazokat az embertelenségeket is elítélte, amelyek a német megszállást követték, és ahol lehetett, a hozzáfordulóknak igyekezett segíteni. Ezt én személyes emlékből pontosan tudom tanúsítani. Na akkor most nincs más hátra, mint hogy a Tudományos Akadémiáról beszéljünk. Az elnökét, a volt elnökét hallhattuk beszélni, aki hiába indította el Hohmann Bálinttal kapcsolatban a folyamatot, ez valahogy megtorpant mégis. 2015-ben megszületett egy ítélet. Nem erre az ítéletre váltak véletlenül a Tudományos Akadémiánál? Hogy ez az ítélet megszülessen már, mint a felmentő ítélet? Vagy mintha lett volna ilyen valamikor a 90-es évek elején? 1994-ben, amikor az akadémia egy állásfoglalást adott ki arról, Kosári kérésére egyébként, hogy addig, amíg Hohmann Bálint törvényes ítélettel bűnösnek számít, addig nem lehet őt az akadémia tagjai sorába visszavenni, ami érthető is, hiszen büntetett előéletű ember nyilvánvaló nem lehet a legfontosabb tudományos testületnek a tagja. Szóval ez a rókafogta csuka esete, és itt hozzá kell tennem, hogy nem csak Kosári Domokos szorgalmazta a rehabilitálását, hanem az ő utóda Glac Ferenc is, aki már a 70-es évek végén egészen tárgyilagosan írt Hohmann Bálintról, és az akkori megítélése az nagyjából napjainkban is vállalható lenne, amit ő akkor leírt. Ennek ellenére az akadémia 2015-ös felülvizsgálat után sem vette vissza a tagjai sorába Hohmann Bálintot, erről hosszas viták folytak az akadémián belül is, amit én annyiban nem igazán értek, hogy tudományos érdemei alapján feltétlenül ott lenne a helye. És hogyha a politikai hozzáállását nézzük, azt, hogy valóban vétkes intézkedésekhez adta a nevét, nagyon komoly ballépései voltak, akkor erre azt tudom mondani, hogy ilyen alapon elfogadhatatlan lenne az, hogy Andics Erzsébet, Nemes Dezső, Molnár Erik,
Fogarasi Béla, és sorolhatnám tovább a neveket, ne adj Isten Nagy Imre, akik azért nagyon komoly szerepet játszottak a Rákosi korszak, majd a Kádár korszak megalapozásában is, ideológiai színezetében is, azok mind máig az akadémia tagjai, még Gerő Ernőnek is csak felfüggesztették a tagságát, tehát nem zárták ki az akadémiából, Hóman Bálintot pedig politikai okok miatt nem vették vissza. Ezt nehezen tudom jó magam megérteni. Gerő Ernő is felfüggesztett, de akadémikus tulajdonképp? Igen, tulajdonképpen csak fel van függesztve, szemben a Hómannal, aki ki van zárva. A Hóman Bálinttal korábban komoly konfliktusba került Mór Gyula, 1945-ben javasolta Hóman kizárását a Magyar Tudományos Akadémiáról. Ezt azonban csak az akadémia alapszabályainak megváltoztatásával tudták megtenni. A kizárás hamis és rosszindulatú indoklása így hangzott. Hóman a nemzeti szocializmusnak Németországban történt uralomra jutása után szálláscsinálója volt hazánkban a horogkeresztes eszméknek, és hosszú vallás- és közoktatásügyi minisztersége alatt az ország szellemi életét minden erejével a német érdekek szolgálatába törekedett állítani. Ezáltal egyik legfőbb okozója lett az országot ért történelmi katasztrófának. Hómat az akadémia nem azután zárta ki, hogy a népbíróság elítélte, hanem azt megelőzően. Tehát nem tudok másképpen fogalmazni, nem egyfajta kvázi mellékbüntetésként kapta azt, hogy ha már elítéltünk, akkor nem lesz az akadémia tagja, hanem jóval azt megelőzően. És mégis a ebhez kötötték a úgy karót, vagy a karóhoz az ebet, és még egy mondat, ami nagyon fontos Kosári Domokosnál, és itt másnál is. A Teleki Intézet köztudottan anglofil és a háborúból való kilépés irányába nagyon fontos lépéseket tett. Mindenki tudta, Hóman Bálint is tudta, és elfordította a fejét, holott meg lett volna a lehetőség arra, hogy azokkal az emberekkel szemben, akik tényleg szó szerint másként gondolkodnak, fellépjen, vagy másokat arra ösztökéljen. Eszébe nem jutott. Kosári Domokos egy interjúban beszélt arról, hogy mit válaszolt, amikor Hóman Bálint 1941-ben őt szerette volna kinevezni a Magyar Történettudományi Intézet egyik vezetőjének. Megköszöntem bizalmát, de előadtam, hogy e kinevezést csak abban az esetben tudom elfogadni, ha biztosít arról, hogy az intézetnek semmi olyan feladatot nem kell végeznie, amely a hitleri Németország oldalán kompromittálna bennünket, mert annak rendszere számomra elfogadhatatlan. Egyben elmondtam, hogy nézetem szerint az Egyesült Államok rövidesen hadba lép, és a szövetséges erők keletről és nyugatról Németországot összetörik, mint a diót. Hóman ezt nyugodtan végighallgatta, majd biztosított arról, hogy álláspontomat tiszteletben fogja tartani, és továbbra is kész kinevezni. Bíró úr, ezekkel találkozott, ezekkel a tényekkel nyilván az ítélkezés során? Természetesen. Az az igazság, hogy az egész népbíróság ítélkezés egy borzasztó nagy probléma halmaz. Ugyan az Alkotmánybíróság 1994-ben kettő kivételével az összes jogszabályt, ami még hatályban maradt a népbírósági törvényekből hatályon kívül helyezte, jövőre nézve történő hatállyal. Tehát visszamenőlegesen, és ezzel sajnos nem oldotta meg a problémát, nem mondta azt, hogy kérem szépen, akkor most az összes ilyen ügyet felül lehet vizsgálni, és azt lehet mondani, meg kell nézni nyilvánvalóan, mert egészen biztosan voltak olyanok is, akiket nem alaptalanul ítéltek el, de ez nem történt meg, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ezeknek az ügyeknek a jövőbeni esetleges lezárása vagy törvényességi, hogy felülvizsgálattal, vagy pedig perújítással lehetséges, de a perújítás egy annyira szűk körű dolog, hogy nem feltétlenül biztos, hogy ilyet sok ügyben meg lehet tenni, tehát hogy Hóman ügyében meg lehetett tenni. Nagy valószínűséggel az megint egy nagy kérdés, hogy mely ügyek kerülhetnek, vagy kerülnek elő ezek közül. Majd most már a kúria gondozásában. Hát igen, mert azért azt el kell mondanunk, hogy eltelt a rendszerváltoztatás óta 30 esztendő. És ugye az események óta meg eltelt 75 esztendő, 70-75 esztendő, tehát már a gyerekek, unokák és már a dédunokák intézik lassanként ezeket az ügyeket, és a társadalomnak ebben mégis van valami felelőssége kimondani az igazságot.
Hát főleg azok után van, vagy kellene kimondani, hogy Magyarországon 45 februárja és 88 nyara között jogerős ítélettel 1234 embert fosztottak meg az életétől. Ebből 910, tehát azt lehet mondani a háromnegyede politikai jogból. És ezen a háromnegyeden belül 361 ember van, aki a 45. évi 7. törvény, vagy az abba foglalt korábbi kormányrendeletek, vagy miniszterelnöki rendeletek alapján lett az életétől megfosztva. Ezek közül nagyon soknak már visszaadták a becsületét. Hogy említettem korábban, Jáni Gusztávot mondhatnám, Vottai Antalt a katonák közül, tehát nagyon sok személy, de Páter Zadravec Istvánt is, vagy Kóri Endrét, tehát egy csomó politikust is. Én csak, amíg a legfelsőbben dolgoztam, legalább 500 ilyen ügy jött be a legfelső bíróságra, ahol valamennyi esetben a legfelső bíróságnak hatályon kívül helyet kell helyezni a korábban hozott első és másodfokú ítéletet, vagy új eljárásra visszaadni a fővárosi bíróságnak, mert akkor még az volt a neve, ott pedig az eljárás megszüntették, mert lévén az illető korábban meghalt, vagy maga a legfelsőbb bíróság mondta ki, hogy az illetők ártatlanok voltak. Na most, ugye amiről itt a Zsolt beszél, tényleg szembe kellene velünk nézni. Nem a politika nyelvével, nem úgy, hogy megint a társadalom megosztó jellegével, hanem aggulyász istálójából tényleg seperjük ki azt, ami nem odavaló. És aki megérdemelte, az nyugodtan maradjon meg a társadalomnak a megvetése, mert tényleg elkövettek olyan cselekményeket, de nagyon sok ember esetében bizony nem állnak meg azok a tények, amelyek később az indoklási részekben bizony szerepelnek. Hát egyrészt nem állnak meg a tények, másrészt meg azért azt tapasztaljuk, hogy ezek előjönnek a mostani politikai vitákban, tehát például Donát György szobor állítása kapcsán, az akkori a népbírósági ítéletből idéztek tulajdonképpen a különböző újságcikkekben, mint ahogy Hómannál is ez történik. Miközben ez a népbírósági ítélet, ez hát, ahogy most elmondtuk, erősen megkérdőjelezhető. Horváth Zsolt számított-e arra, hogy esetleg a Magyar Tudományos Akadémia az ítélet nyomán valamilyen módon majd rendezi Hóman Bálintnak az akadémikusi sorsát, vagy ez nem volt benne akkor a gondolataiban? Ez nem volt, de utóbb nyilvánvaló én is olvasván a különböző vitákat a sajtóorgánumokban. Végig gondoltam ezt az egészet, hogy valóban úgy tűnik, mintha az akadémia arra várt volna, hogy a Hóman ügyben mi történik. Tehát, hogy megtörténik-e a felmentése, vagy nem történik meg, és ha megtörténik a felmentés, akkor én úgy éreztem, hogy az akadémiának tulajdonképpen lépnie kellett volna, de aztán, amikor egy kicsit jobban beleástam magam az egészbe, akkor rájöttem, hogy itt, hogy Tibor utalt rá, itt egészen más törésvonalak mellett működtek ezek a dolgok. Tehát annak, hogy Humannak milyen volt a tudományos élet, ő mit tett le az asztalra, mint tudós, ez itt úgy tűnik, hogy semmiféle módon nem kerültek kormány szóba. Ez érdekes, ugye egy könyvet írtak egyébként, Újvári Gábor szerkesztette, de ha jól sejtem, akkor Horváth Zsolt és Czinner Tibor is írt benne fejezeteket. A teljes népbírósági peranyagot tartalmazza mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárást. Ezen kívül a 2015-ös újratárgyalásról is szó van. Emellett egy nagyon gazdag, százoldalas életrajzi kronológia egészíti ezt ki, illetve tanulmányok Horváth Zsolttól, Czinner Tibortól, Susa Évától, aki Hómannak a földi maradványait meghatározta a Váci raptemetőben, még 2001-ben. Nem csak magára a perre, hanem részben Hómann életére is kitekint nagyon gazdag jegyzetanyaggal. Hát akkor még szeretnék az ellenállásra kitérni egy kicsit, mert azért Czinner Tibor mondott egy-két érdekes dolgot arról, hogy ír a birodalom, a német birodalom magyarországi képviselőnek egy levelet, hogy hát ezt azért nem kellene. Hát ez elég nagy bátorság, azt hiszem, miközben egyébként a könyvet szeretettel ajánljuk az akadémia figyelmébe is. Én azt kell, hogy mondjam, Humannak ez a tette, ez példanélküli a magyar politikai eliten belül. Amikor ellenállásról beszélünk, akkor erre gondol? Én, vagy nem, van én egyértelműen arra gondoltam, amikor a Teleki Intézet, ugye, amelyik Humann felhatóság alatt van, Kosáritól kezdve Bendán át, tehát egy csomó olyan ember dolgozik ott, akik egyértelműen a német vonallal szembe vannak, akik számára mindaz, ami 44. március 19-ét követte,
beleértve a holokauszt, rendőzünk, és így tovább, elfogadhatatlan, és ami a döbbenetes, hogy annak ellenére, ugye Gábor itt beszélt a zsidómentésben bejelent töltött szerepéről, annak ellenére, hogy Huma nem hiszi el, hogy mi van az Auschwitz jegyzőkönyvekben, mert fel se tételezi ezt a német barbárságot, ami van, ennek ellenére akit tud, ment, akin tud, segít, ő maga mentesítési kérelmeket ír, fogalmaz meg, tehát én úgy gondolom, hogy itt két emberről kellene beszélni, Humanról, a hivatásos politikusról, Humanról, az emberről, és ami a legfontosabb volna, Humanról, a szakemberről. Hát ebben a három es sajnos a politika világában és a mindennapok világában oly mértékig keveredett össze, hogy mi ott tartunk, ahol ma vagyunk. El szoktunk mondani ilyenkor, hogy a politikai rendszerváltoztatáshoz 6 hónap kell, a gazdasági rendszerváltoztatáshoz 6 év, a szellemihez meg 60 év, és most már fél időben vagyunk, úgyhogy reménykedhetünk, hogy ez is megtörténik. Önök milyen javaslatot tennének le az akadémiának, vagy azért vegyük azt is, hogy szoborállítás ügyben például? A szoborállítás ügyében én azt gondolom, hogy minden társaságnak, minden egyes embernek, minden egyesületnek joga van arról szobrot állítani, akiről szeretne, kivéve, ha tényleg köztörvényes bűnözőkről, vagy ne adj Isten háborús bűnösökről van szó. A Human szoborállítás kicsit azért volt szerencsétlen, ugye 2015 végén szerették volna Székesfehérvárot felállítani a szobrát, mivel nem közadakozásból készült ez a szobor, hanem állami pénzből, és nem a legjobb időpontban tervezték ezt. Tehát én azt gondolnám, hogyha a civil kezdeményezésre összeadnak pénzt, hogy Human Bálintnak szobra legyen olyan területen, amit mindenki elfogad, vagy a legtöbben elfogadnak, akkor ezt mindenképpen akceptálni kellene. Az akadémiának pedig nem nekünk kellene üzenni, hiszen nem vagyunk mi arra hivatottak, én is csak a saját magánvéleményemet fejeztem ki az imént, de egyetértek Czinner Tiborral, tehát az a Human Bálint, aki a Teleki Intézet elnöke volt, megakadályozhatta volna azt, miközben tudott arról, hogy ott hamis papírokat gyártanak 44-ben. Az a Human Bálint, aki zsidók sokaságát mentette, annak ellenére, hogy tényleg antiszemita volt, persze más volt az akkori antiszemitizmus, mint a mai. De ebben nem csak Human Bálintra utalhatnánk, hanem Mester Miklósra, vagy Makkai Jánosra, akik abban a korban nagyon ismert és neves politikusok voltak. Ne adj Isten, még Báró Kemény Gáborra is, a nyilas kormányból, aki szintén mentett zsidókat. Tehát soha nem fekete-fehér a történelem, és tudomásul kellene vennünk azt is, amit Human Bálint olyan szépen megfogalmazott, hogy a történelem a múlt politikája, a jelen pedig a jövő története. 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel. Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Human Bálintról és a Történész Akadémiai tagságáról beszélgettünk, Újvári Gábor és Czinner Tibor történészekkel, valamint Horváth Zsolt bíróval. Adásunk az M5 csatorna Ez itt a kérdés című műsora alapján készült. Munkatársaink voltak Horváth Ágnes, Maksai Helga, Nagy Imre, Szőlősi Éva. Jövő héten kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.